Sziasztok! Én még mindig Csilla vagyok, és ez a mai videó haladó angolosoknak készült, vagy azoknak, akiket érdekelnek haladó angolos kifejezések, méghozzá üzleti témában. Tehát ebben a mai videóban 13, mert hogy péntek 13-a van, úgyhogy 13-at választottam, 13 olyan üzleti angol kifejezés lesz, amiket én a haladó angolos kategóriába sorolnék. Ezek kifejezések, tehát olyasmikre számítsatok, ahol ezeknek a szavaknak az együttjárása valamilyen speciális szituációban, valamilyen speciális jelentéssel bír. Nagyon sokszor ezek azért érdekesek, mert a szavak egyes jelentése alapján, ezeknek az egymás mellé pakolása alapján nem tudjuk kitalálni, hogy pontosan mit jelentenek. Leginkább szituációból szoktuk őket megtanulni, vagy esetleg egy ilyen videóból, ahol valaki felsorolja és elmagyarázza, hogy mit jelentenek. Tehát, ha szeretnéd megismerni ezt a 13 üzleti angolos kifejezést, akkor tarts velem ebben a videóban, mert bele is vágok rögtön. Akkor kezdjük az elején, kezdjük a kezdetektől. Az első kifejezés, start something from scratch. If you start something from scratch, then nothing is done yet. So, when you start, nothing is ready, you have to start from the beginning. First principles, you have to start without having anything done yet. Tehát ez a kifejezés, start something from scratch, azt jelenti, hogy valamit teljesen az alapoktól kezdünk, nincsen még semmi megcsinálva, egyébként főzésnél is használjuk start something or make something from scratch, amikor nem valami előre összekutyult keverékkel főzöl, hanem szépen egyenként az összetevőket összerakod, megszerzed, megvásárolod, elkészíted. És ezekből az összetevekből készíted el az ételt. És start something from scratch in business, akkor pedig az üzleti életben, vagy az üzletben valamit teljesen az alapoktól kezdesz. A második kifejezésünk az pedig go back to square one. Hát itt is az alapokról lesz szó. A go back to square one talán úgy hangzana magyarul, hogy kezdjük a kályhától, vagy menjünk vissza a kályhához. Ugye, hogyha emlékeztek, akkor a kezdjük a kályhától, vagy menjünk vissza a kályhához kifejezés, az a valahogy a táncolásból jön, hogy a kályhától kezdjük bal lábbal, és aztán bal jobb, kettőt jobbra, kettőt balra. Tehát, go back to square one. Square az egyébként négyzet, vagy pedig tér, one, az ugye az egy, az egyes. Tehát go back to square one, amikor visszamegyünk az alapokhoz. Tehát, hogyha valami olyan helyzet van, amikor belebonyolódtunk, és valami nem tudjuk megoldani, akkor visszamehetünk a kezdetekhez, megnézzük megint az alapokat, és onnan elindulunk újra, hát ha akkor sikerül megoldani. So you go back to square one, if you run into a problem, and you go back to the beginning, to observe and find out what was or what went wrong and to find a solution. A harmadik kifejezés az 2-1-ben lesz, mert hogy kijön a 13, ide 2-t kellett raknom. To sign off on something. To sign off on something. Ugye sign az azt jelenti, hogy aláírni. Hogyha valakinek, aki esetleg a vezetőd, mondjuk főnököd, hozzá kell járulnia, el kell fogadnia a tervet, akkor tőle kell kérned ilyet. To sign off on something means that you get the approval of your superior. So to get the approval of your superior, either may be written, so you need a signature, or maybe the person just tells you, sure, okay, go ahead. And then you can move ahead with your plan or business, and you can move ahead with the project. The expression is to sign off on something. Tehát ez azt jelenti, hogy valakinek a hozzájárulása kell hozzá, hogy elkezd ezt a bizonyos, mondjuk, projektet. És hát az eredete az, hogy valakinek alá kell írnia, de ezt nem feltétlenül kell fizikailag aláírni, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy valaki engedélyezi, beleegyezik, és azt mondja, hogy yes, go ahead. És ennek a párja az a give the green light, vagy get the green light. Azért ez elég vizuális, tehát megadni a zöld jelzést, vagy megkapni a zöld jelzést, give or get the green light, when someone, your superior, your boss, tells you, okay, go ahead, you can do this. There is green light. Or you can give or get the green light on a project, for example. So if someone gives you the green light on a project, then they tell you that you can start it. Tehát valamilyen projekt vagy biznisz is kaphat zöld jelzést, mondjuk
akár befektetőktől is. Az a lényeg, hogy ha valakitől vagy valakiktől megkapod ezt a zöldjelzést, akkor mehet a dolog, akkor indulhat a dolog. Tehát ez is nagyon ugye összefüggerősen azzal, hogy sign off on something, give or get the green light. Set, meet and miss deadlines. Deadline is not a line that's actually dead. Deadline is the date and the time by which time you have to finish your project. Tehát a deadline az azt jelenti, hogy határidő, és a kifejezés pedig set, meet or miss the deadline. Set the deadline is when you say this is the time we want to finish by. Tehát set the deadline, kitűzni a határidót. Addigra be akarjuk fejezni ezt a bármit, amit csinálunk. Meet the deadline is when you are ready by the time you set. Tehát meet the deadline, tartani a határidőt. Miss the deadline is the unfortunate situation when you are not ready by the deadline. Tehát miss the deadline pedig azt jelenti, hogy elmulasztottad a határidőt, nem sikerült határidő valamit befejezni. Tehát set, meet and miss the deadline. Az ötödik kifejezésben is két kifejezésünk van, úgyhogy igazából már megtripláztam ezt az egészet. Be behind or ahead of schedule. Ez a schedule, ez olyan szó, amit a britek nagyon másképp mondanak, de most ezt nem próbálom meg úgy kimondani. So, be ahead of, vagy be behind schedule. Be ahead of schedule means that you have a set timeline, so you want to do this project in a certain timeline. You want to finish this part by this date. You want to finish this part by this date. And you, if you keep that progress and you are ahead of it, so you are actually either just as fast or faster than you want it to be. To be behind schedule means that you are running behind the time frame, the schedule you had set. Tehát to be ahead of schedule, to be behind schedule. A schedule az olyasmi egy kicsit, mint a timetable, de ezt egy kicsit más kontextusban használjuk. A schedule az a kitűzött ütemterv ebben az esetben. Egyébként lehet órarend is. Tehát a your schedule az ugye a te ütemterved, a te eltervezett időbeosztásod. If you are ahead of it, tehát hogyha if you are ahead of schedule, akkor előtte jársz, tehát hogy jó gyorsan teljesítesz. If you are behind schedule, akkor nem tartod magad hozzá, akkor késésben vagy, akkor csúszol vele, tehát nem tudod tartani ezt az ütemtervet. To be ahead of schedule, to be behind schedule. Number 6, vagy 6-os. Play by the book. Okay, so what kind of book? The book of rules. So if you play by the book, it means that you have a set of rules, just as in sport, and the way you play is totally matching that book. So if you play that by the book, then you keep yourself to the rules, you do everything according to how it should be done or how it's supposed to be done. Play by the book az azt jelenti, hogy valamit könyv szerint csinálsz, vagyis nem térsz el a szabályoktól, nem térsz le a jártútról, mindent rendesen, szabályszerűen csinálsz. If you play by the book. So a lot of times you hear this in a negative context, so they don't play by the book. I don't want to play by the book. Tehát negatív mondatban is, tagadó mondatban is lehet ezt hallani, hogyha valaki nem tartja magát ezekhez a szabályokhoz. They don't play by the book. Number 7, vagy 7-es. Get in on the ground floor. So if you're talking about startups, so if you're talking about new business, and if you get in on the ground floor, that means that you are very early in the business, and you may have a chance to make a lot of money. So if we are thinking about big businesses that succeeded, if someone got in on the ground floor, means that they are probably rich by now. Tehát get in on the ground floor, az azt jelenti, hogy
az elején beszállni egy üzletbe is. Szóval általában olyan kontextusban, olyan szövegkörnyezetben fordul elő, amikor ugye potenciálisan ez a biznisz, ez az üzlet, aztán sikeres lesz és sok pénzt hoz. Tehát érdemes az elején beszállni, mert akkor ugye lehetőséged van rajta rá, hogy a későbbiekben profitálj belőle. Erre szokták használni, hogy to get in on the ground floor. 9-es vagy number 9. Ez egy nagyon érdekes kifejezés, én nagyon szeretem. A ballpark figure. Hát itt a figure az nem figura, biztos már sokan tudjátok, hogy a figure az valahogy a számokkal kapcsolatos. Tehát a ballpark figure is usually some kind of number. So if you give someone a ballpark figure, then you give them a number. And this number is an estimate. So if someone is asking you to tell them how much is this going to cost if you're providing them some kind of service. So how much is this going to cost me? And you would say, well, I'm not sure. I have to calculate it. I'll give you a quote later. And they ask you, give me a ballpark figure, or they sometimes just ask ballpark. That means that they want a rough estimate. Tehát a ballpark figure kifejezést akkor használjuk, amikor becslést adunk egy olyan számról, amit nem tudunk pontosan előre meghatározni. Tehát például valakinek az ára, mielőtt árajánlatot adnál, mondjuk, ott egy ilyen körülbelüli számot arra, hogy mennyibe fog kerülni, ezt hívjuk úgy, hogy ballpark figure. Ez egyébként a sportból ered, de a lényeg az, hogy tudod vizualizálni, hogy ez a labda úgy nagyjából a parkban van. Tehát ballpark figure az egy olyan szám, ami közelít az igazsághoz, nagyjából egy tólig. Tehát valahogy így is mondjuk magyarul, hogy tólig. Ballpark figure. A 10. kifejezés az használható az üzleti életben és azon kívül is. Ez pedig to be on the same page with someone. To be on the same page with someone. So if you're on the same page, you can imagine that I have a book here or I have a notebook here, and if you're on the same page, then you are not very different. So if you are on the same page with someone, the meaning is that your opinion is not very different. So you are able to cooperate and you understand each other and you can agree on something. Tehát to be on the same page with someone, az valakivel egyetérteni. Tehát, hogyha valakivel a véleményed egy lapon van, akkor az azt jelenti, hogy meg tudtok egyezni, hogy a véleményetek nem különbözik, hogy ugyanazok mondjuk a céljaitok. Akkor is szoktuk ezt használni, hogy to be on the, we are on the same page, we are on the same page, tehát megértjük egymást ebben a témában, egyetértünk. Collaborate versus cooperate. This is something that I didn't know for a long time. Tehát collaborate vagy cooperate. Hát ez egy olyan különbség, ami sajnos a magyar miatt is be tudnálunk zavarni, mert hogy a collaborate és a cooperate szavakat lehet ugyanarra fordítani magyarul, hogy együttműködni. But if you cooperate with someone, that means that you don't work against them. So if someone asks you to cooperate with them, they ask you to help them out, to not be against them, to work together. But if you collaborate, that means you have a project or a business that you work together on. So maybe if you cooperate with the police, it means that you help them out. If you collaborate with a company, that means you guys work together. Tehát a kooperálni vagy cooperate az azt jelenti, hogy valakit kisegíteni, valakinek a nem az ellenében dolgozni, valakivel tulajdonképpen együttműködni, de nem egy fajta üzleten vagy egy projekten, hanem együtt dolgozni vele olyan módon, hogy nem dolgozol ellene. Míg a collaborate az általában olyan környezetben van, amikor egyfajta projekten vagy egyfajta üzleti célon együtt működsz valakivel hosszú vagy rövid távon, de az a lényeg, hogy mind a ketten azért dolgoztok, hogy ez a cél megvalósuljon. Ez a collaborate. A cooperate, amikor ugye kooperálok,
akkor nem dolgozom a másik ellen. Az a lényege. To think outside the box. Hát ez most már magyarul is divatos lett ez a kifejezés, jól tudom. To think outside the box means that you have ideas that are not super conventional. So if you think inside the box, then your ideas are relatively conventional. You are moving along the lines of convention, of traditional ideas. If you think outside the box, you are very creative. If you are very creative, you have new ideas, you have bigger ideas, you have new paths to follow, and you create a new way of doing something. Kívül gondolkodni a dobozon, vagyis azt jelenti, hogy kreatív, új módon gondolkodni valamiről, tehát kreatív új ötletekkel előállni. Míg hogyha a dobozon belül gondolkodunk, akkor ugye ez egy tradicionális, relatív kötött dolgot szeretne jelezni. So to think outside of the box, az azt jelenti, hogy kreatív, egy kicsit nem tradicionális módon gondolkodni. To have your hands tied. To have someone's hands tied. Ugye a tied az azt jelenti, hogy valakinek meg van kötve a keze. A tie az kötés. Hogyha összeházasodnak, arra is van egy olyan slang szó, hogy to tie the knot. Tehát megkötni a csomót. Itt pedig azt mondjuk, hogy to have someone's hands, kettő, to have someone's hands tied, vagyis meg van kötve a keze. So if your hands are tied, it means that you can't really do anything. If your hands are tied, then you don't have the authority and you don't have the power to act. Tehát, hogyha meg van kötve a kezed, your hands are tied, az azt jelenti, hogy igazából nem tudsz tenni valami ellen, vagy nem tudsz cselekedni, mert általában ez azért szokott lenni, mert nem a te hatásköröd, vagy nincs döntési jogköröd, vagy nincs hatalmad arra, hogy tegyél valami ellen. Your hands are tied. Az elejét a kezdetektől kezdtem, akkor a végére most jöjjön egy lezárás. To call it a day. If you call it a day, then you are done. Okay. So if you say, let's call it a day, it means that you want to finish, you want to get this done and leave. So to call it a day azt jelenti, hogy valamit lezárni. Ez gyakran előfordul, amikor mondjuk egy ilyen, akár egy üzleti beszélgetésben, vagy mondjuk a nap végén azt mondjuk, hogy na, akkor ezt zárjuk le, let's call it a day. Ez nem csak üzleti körökben fordul elő, hanem a mindennapi életben is, hogyha mondjuk nagyon fáradt vagy, akkor mondhatod ezt este azt, hogy let's call it a day, legyen ez a nap befejezve, és akkor menjünk tovább, menjünk aludni, menjünk haza, attól függően, hogy milyen környezetben vagy, let's call it a day. És akkor ezzel fejezem be ezt a videót, let's call it a day. Ha tetszett a videó, és úgy érzed, hogy nyújtott neked valami újat, akkor ezt mindenképpen egy like-al nekem és a többieknek jelezd. Hogyha vannak még olyan típusú kifejezések, amik érdekelnek, azt nyugodtan a hozzászólásokban írjátok meg, illetve azt is szeretném tudni, hogy ezek közül számotokra melyik volt új. Melyiket hallottátok már? Tehát, ha hallottátok már, akkor mindenképpen írjátok le a szituációt, ahol ezeket a kifejezéseket hallottátok. Ha pedig új, akkor nagyon szívesen hozok még nektek ilyeneket, csak írjátok meg a hozzászólásokban. Köszönöm szépen, hogy ma itt voltatok velem, vigyázzatok magatokra, legközelebb találkozunk. Sziasztok!